Negyedik Károly volt az utolsó magyar király, a Habsburg dinasztia leáldozott uralkodója, aki valaha koronát hordhatott a fején. Élete kalandregénybe illő volt, és jó része így is uralkodástól mentes, hiszen az ő nevéhez köthető, hogyha bár uralkodói jogait nem gyakorolta, mégis két államforma váltás után király nélküli királyság kezdte meg működését hazánkban. Most az ő életéből hoztam néhány érdekességet. Tartsatok velem! Szigorú tanulás. Negyedik Károly már 3 éves korától Habsburg főhercegként egy ír származású angol nevelőasszony gondos szárnyai alá került. Így ő nagyon korán az anyanyelve mellett megtanult angolul, majd 7 éves korától magyar, cseh és francia nyelven is beszélt már. Felnőtt korára valamennyit folyékonyan értette és használta is. A magyar nyelvtanulást könnyítette, hogy apja lett 1894-től a Soproni huszárezred parancsnoka, így családja Sopronba költözött. Magyar nyelvtanára Tormási János a Soproni Katolikus Elemi Iskola igazgatója volt. Mivel magánórákat reggeltől estig vett, így 1894-95-re fellépett egy olyan probléma, hogy Károly fizikuma nem volt éppen a legjobb, ezért előírták neki, hogy minél több időt töltsön testmozgással és erősítse magát. Hasonló leépülése csak később 1903-ban volt. A gimnázium 4 alsó osztályát nem magántanárokkal vette végig, hanem az uralkodói családi szokásokkal ellentétben rendesen iskolába járt. A bécsi Bencés gimnáziumban tanult. A katona élet. Károly főherceg 1905-ben 18 évesen vállalt katonai szolgálatot. Már október 1-én a 7. gyalogezred parancsnoka lett, a kiképzést kivételezés nélkül végig kellett csinálnia. Sűrített tanmenet szerint tanult katonai szolgálat teljesítés mellett közjogi ismereteket, és erősítette a magyar nyelvtudását. Itt érte a hír 1906-ban, hogy apja, Otto Ferenc főherceg meghalt, gyámja pedig Ferenc Ferdinánd trónörökös lett egészen 1907-ig. Károly erre az időre betöltötte a 20-at, vagyis az akkori jogszabályok szerint felnőtt lett. Zita királyné. Negyedik Károly feleségével, Zita Bourbon-parmai hercegnővel távoli rokonsági fokon ismerték egymást. Károly Zitát saját maga választotta ki leendő menyasszonyának, a lánykérése Ferenc József osztrák császártól kért engedélyt, aki megadta azt. Károly így egyike volt azon keveseknek, akik maguk választhatták a Habsburgok közül a párjukat, és a felesége is közte is, így valódi szerelem alakulhatott ki. A hit. Károly mélyen vallásos volt, és ez feleségére, Zitára is meglehetősen igaz volt. Nemcsak, hogy a vallásgyakorlás részét képezte az életüknek, de tartották a kapcsolatot a bécsi keresztény szocialistákkal is. Jegygyűrűjükön is ez az idézet szerepelt latinul. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. A koronázás. Károly egy igencsak kényes és körülményes helyzetben lett magyar király. Vele a Habsburg dinasztia egészen 1906-ig érdemben nem foglalkozott, csak apja halála után figyelték munkásságát. Ferenc József osztrák császár fia, Rudolf trónörökös 1889-ben meghalt. Ferenc József unokaöccse, aki a következő trónörökös volt, Ferenc Ferdinánd, a rangon aluli házasságkötés miatt le kellett mondani arról, hogy gyermekei örököljék majd Ferdinánd után a trónt. Így jelölték ki Károlyt trónörökösnek, persze csak Ferdinánd után. Ferdinánd viszont 1914-ben egy merénylet áldozata lett Szarajevóban, így ő maradt kizárólag, aki átveheti idővel Ferenc József helyét. Ferenc József 1916-ban halt meg, Károly átvette az irányítást politikai és katonai szinten is. Budapesten, a Mátyás templomban koronázták magyar királlyá 1916. december 30-án. A szertartáson a császári himnusszal ellentétben a magyar himnusz csendült fel. Feleségét, Zitát királynévá koronázták. A királypuccs.
IV. Károly 1918. november 11-én lemondott az uralkodói jogainak gyakorlásáról, mikor látta, hogy a monarchia a szeme láttára hullik szét. A nemzetiségekkel túl későn állt le tárgyalni, és hiába ajánlotta fel a választójogot számukra, továbbá, hogy föderációt kíván létrehozni valamennyi nemzettel a monarchián belül, addigra a nemzetiségek már az antant támogatását élvezték törekvéseikben. Károly távollétében kinevezték gróf Károly Mihály kormányát, és ezzel megalakult a Magyar Népköztársaság, és a többi nemzetiség sorra kiáltotta ki saját, újonnan létrehozott államaik függetlenségét. IV. Károly a Népköztársaság kikiáltása után költözött Svájcba. Két visszatérési kísérlete volt, amit a történészek többsége tévesen nevezett királypuccsnak. A szó összetétel nem szerencsés, hiszen a puccs valamilyen rendszer megbuktatását, romba döntését jelenti. IV. Károly nem egy királyt akart letaszítani a hatalmából, hanem a saját hatalmát kívánta újra gyakorolni. A két visszatérési kísérlet is katonai összecsapással zárult, aminek eredménye az lett, hogy az utolsó magyar király számüzetésben élte le hátra levő életét. A király nélküli királyság. IV. Károly nélkül az élet ment tovább Magyarországon. A tanácsköztársaság bukása után Horthy Miklósnak kikötötte az antant, hogy nem lehet olyan államformája Magyarországnak, aminek köze van a bolsevista tanokhoz, vagyis nem lehet köztársaság, vagyis olyan egész biztosan nem, mint amilyen a népköztársaság volt, továbbá nem lehetett alkotmányos monarchia, aminek az élén Habsburg uralkodó áll. Így felmerült a kérdés, hogy akkor ki legyen a király. Így az egyetlen lehetőség a szabad király választás volt. Felmerült Horthy megkoronázása is, elég népszerűtlen ötlet volt, és a politikai elit is tudta, hogy ez nem várt ellenállás szíten a bel- és külpolitikai szinten, így ha Horthyn kívül bárki mást választanának, szintén komoly a konfliktus szülne. Mivel IV. Károly csak az uralkodás jogának gyakorlatáról mondott le, ez nem jelentette azt, hogy le is mond arról, hogy magyar király legyen. Így abban a megállapodásban maradtak, hogy kell egy olyan személy, aki a király helyett tud fontos politikai döntéseket hozni, de apostoli uralkodói jogokkal nem élhet. Eleinte a nádori cím kiadásán gondolkodtak, de a nádor a király távol létében lát el feladatokat, ami viszont nem volt érvényes a gyakorlatban. IV. Károly ugyanis önként lemondott az uralkodás jogának gyakorlásáról, magyarul egy belpolitikai és külpolitikai helyzet akadályozza az uralkodását. Így került szóba a kormányzói tisztség, aminek a jogkörét úgy bővítették, hogy a király személye nélkülözhető legyen a gyakorlatban, hiszen ezt a címet akkor alkalmazták uralkodói hiány esetében, amennyiben a király uralkodásra képtelen. Teszem azt, még gyermek, esetleg nagyon beteg, és utóda még nem érett a feladatra, vagy egyszerűen a politikai helyzet nem teszi lehetővé, hogy uralkodjon. Horthy Miklós lett a magyar királyság kormányzója, a király személyét pótló jogi személy. A dolgot a király visszatérési kísérletei nehezítették meg, ezt követően ugyanis el kellett térni, hogy IV. Károly többet ne próbálkozzon azzal, hogy visszatér, hiszen az antant azonnal beavatkozna, akkor katonailag a szomszédos országokról meg ne is beszéljünk. Emiatt kimondták a Habsburg-ház trónfosztását, így a király nélküli alkotmányos monarchia a gyakorlatban már úgy működött, hogy trónörökös és választható király hiányában a kormányzó rendezi az ügyeket. Lesz-e még magyar király? Mivel IV. Károly nem mondott le, technikailag a trónhoz való jogot megörökölte valamennyi gyermeke. 1961-re gyermekei aláírták a Habsburg törvényt, ami Ausztriában megerősítette, hogy a dinasztia minden tagja lemond trónigényéről, egyikük sem lehet tehát innentől osztrák császár. A magyar állam felé ilyen gesztust nem tettek, és a magyar állam nem is igényelt ilyesmit. A Kádár János vezette Magyar Népköztársaság nem létezőnek tekintette mindazt a rendszert, amihez köze volt Károlynak és a gyerekeinek. A magyar trónról való lemondás hiányát a magyar legitimisták is érezték, így 1944-ig töretlenül voltak, akik ragaszkodtak, hogy Károly fia, Ottó legyen a következő magyar király. Ez a láz újra csak a rendszerváltáskor és az azt követő néhány évben erősödött fel. A felmerült lehetséges trónörökösök viszont ezzel nem foglalkoztak, ami csitította a legitimista gondolatokat.
Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, illetve ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén, Patreonon, és szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb találkozunk, sziasztok!